Itt van a lepkegyűjteményem. Lepkegyűjteményének legkülönlegesebb darabjait mutatja az adai Tóth László, aki évtizedek óta gyűjt lepkéket, bogarakat, tojásokat és madarakat. Ma már mintegy 3000 lepkéje és 1000 bogara, valamint 170 preparált madara és 150 tojása van. A madarak közül az igazi ritkaságnak számító vörhenyes pacsirtára a legbüszkébb, amely még a 60-as években került hozzá. Egyéb büszkeségem azért, mert Európában, ahogy olvasom, csak a berlini természettani múzeumban van, meg nekem van itt nálam. Még a Kárpát-medencében eddig még nem sikerült senkinek se. Látni talán látták, de még múzeumban nincsen. Ezen kívül több különleges egyed is megtalálható a madár gyűjteményében, akár csak a lepke gyűjteményében, amelyben nem csak térségünkből, hanem Ausztráliából és Kanadából származó egyedek is vannak. A király lepkéit például maga nevelte fel Kanadában, amikor látogatóban járt ott. Sikerült a hernyóját találni, és felneveltem azon a növényen, amit találtam, és akkor is hazahoztam a kettőt, úgyhogy annak örülök, hogy még az Észak-Amerikában is sikerült meg ilyes lepkefajt fölnevelni. Tóth László nagyon örül annak, hogy gyűjteménye bekerült a települési értéktárba, ugyanis szeretné azt minél többekkel megismertetni. Az egyik célja, hogy hosszas előkészületek után végre megszülethessen a Tiszamente természeti értékeit feldolgozó kiadványa, a másik pedig az, hogy végre létrejöhessen az általa megálmodott Adai Természetvédelmi Múzeum.